Hosszú idő után visszatértél, hazatértél, mondhatjuk ezt. Milyen érzés ez most neked? Hát igazából én mindig hazatértem, hiszen azért évközben én többször tudtam hazajönni, hála Isten. Ugye nyáron sokszor szoktam haladásnál is edzeni, tehát annyira azért nem újdonság. Természetesen ismét újra haladás mezben az egy kicsit más lesz, meg ami egy kicsit pikantériája a dolognak, hogy rajtam valóban 96 meccsen volt haladás mez, de még egyszer nem volt haladás címer azon a mezen, hiszen régebben ugye Vas megye címerét, illetve Szombathely címerét viselte a csapat egy ideig, és utána váltottak vissza, ugye korábban volt haladás címer, pont abban az időszakban, amikor én voltam, akkor ez a Vas megye, illetve a városi címer volt. Úgyhogy most valószínű, hogy egy haladás címeres mezbe tudok edzeni. Úgyhogy ez is egy kicsit a pikantéria. Egész tavasszal, mivel köztudott, én nem nagyon vagyok egy meccsnéző típus, főleg nem tévében, ez lehet bármilyen mérkőzés. Most megnéztem tavasszal majdnem az összes NB1-es fordulót, hiszen mutatta a televízió, így fel tudtam térképezni a csapatokat, konkrétan a játékosokat. Eddig is képbe voltam velük, hiszen az összefoglalókat, azokat folyamatosan láttam, de most egy 90 perces mérkőzéseket néztem meg. És hát próbálok integrálódni ide a magyar bajnokságba, remélem sikerül, azért fel kell venni ennek a ritmusát, a stílusát, minden bajnokságnak megvan az egyéni, illetve az egyedi varázsa, és hát természetesen szeretnék jó teljesítmény nyújtani edzésen, hogy meg tudja küzdeni a csapatba kerülésére, és ha sikerül, akkor pedig a pályán úgy teljesíteni, hogy az jó teljesítményre sarkalja a csapatot. Mit vársz egyébként, ha már a csapatról beszélsz, mit vársz a csapattól a következő szezonban? A csapattól mindenképpen egy egyegyű számos tabella helyezést várok, de azt gondolom, hogy egy erős középcsapattá ki tud fejlődni haladás. Idősebb játékosokkal, rutinosabb játékosokkal és sok saját nevelésű, illetve fiatal játékossal képes lenne ez a csapat, ezzel a várossal, illetve ezzel a szurkoló csapattal egy közepes NB1-es, illetve egy erősen tabella közepéhez tartozó csapattal. És elfoglalt ember leszek, gondolok itt arra, hogy van sportközpontod a városban, szabadidő egyesületet, kapusiskolád, mellette ugye védesz is még, lesz egyáltalán szabadidő a családra? Hát azok eddig is működtek, kiváló csapattal dolgozom együtt, kiváló egyéniségekkel, akik mind vezetik ezeket az egységeket, ezt a Király Sport tímet. Úgyhogy hála Isten, hogy ugyanígy megmaradtak, vagy megmaradnak. Annyi, hogy most itt vagyok helyben, jobban tudok segíteni, de igazából hagyom az embereket érvényesülni, a kreativitásukat. Tehát, de nekem az első feladatom az, hogy itt a haladásba kapusként teljesítsek, tehát az a prioritást az első helyen elfoglaló pozíció. Utána jöhet a többi, tehát én ezzel foglalkozom, hogy minél jobb teljesítmény. Úgy fogalmaznám, ami a csövön kifér, tehát én nem gondolkodok most már így években, én úgy érzem, hogy a kör bezárult, innen indultam, ide tértem vissza, innét már nem fogok elmenni, az biztos. Mit láthatunk ezen a képen? Ezen a képen igazából a legelső bajnoki mérkőzésem a haladás színeiben Csepelen volt, ahol kikaptunk 2-0-ra. Ez 94
március 2-án volt, ha jól tudom. Számomra emlékezetes mérkőzés volt, az első hazai mérkőzés az itthon volt Szombathelyen, ugye a Fradi ellen, ki ellen, hanem a Fradi ellen, 18 ezer néző. És emlékszem, bent álltam a kapuba, és ezeken a lépcsőkön folyamatosan ültek a szurkolók, tehát teltház volt, 18 ezer ember, a Fradi B közép az egész félkörívet megtöltötte, nagy görög tüzek voltak, óriási hangulat volt. Egy-egy lett a mérkőzés, ahol azt hiszem a Gregor és a Sülejani volt a gólszerző 11-esből, úgyhogy emlékezetes volt számomra, hát mintha tegnap lett volna.